Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a Zohar, a Kabbalah, a zsidó misztikának az alapművét. Első kötet, Pei Amud Beit, 80 per B. Ezekben a hetekben, hát az ünnepek miatt, mindig hétfő este ünnep van, ezért elmarad a Zohar órája, de most, hát mivel Jom Kippur csak holnap este lesz, ezért tudunk tanulni most a Zoharból. És ha emlékezünk, akkor mi már átvettünk a bevezetést, az első heti szakaszt, a Brésítet, a második heti szakaszt, a Noét, a Noáhat, és most a harmadik heti szakaszban vagyunk, a Lech Lechában, ahol szó van Ábrahámról. Most pedig a Zohar fog idézni egy verset a Lech Lechából, Mózes első könyvéből, Bereisitből, 13 per 7. Mondja a passzuk, mondja a Tóra, Vahí riv bein roe mikné Avram, u bein roe mikné Lot. És cívodás volt Abram jószágának pásztorai, és Lot jószágának pásztorai közt. Ezt a témát fogja a Zohar magyarázni. Mit jelent ez, mi a mélyebb jelentése ennek a cívadásnak Lot és Ábrahám között? Mondja a Zohar. Ami írva van, az a cívadás volt Ábrahám és Lot között, akkor a Zohar úgy fogja magyarázni, ennek a mélyebb mondani valója az az, hogy mindig van cívadás a Jéceratov és Jécerarával. A jó ösztön cívódik a rossz ösztön. Mondja a Zohar, minden nap, amikor az ember ebben a földi világban van, akkor a jégyszeretem a jó ösztön, és minden olyan erő, ami a jó ösztönt elősegíti, az Ábrahámnak a pásztorainak számít. És azok az erők, amely a jégyszeretem rá rossz ösztönnek segítenek, azok a Lot pásztorai, és állandóan feszültség van köztük. Vitatkoznak, veszekednek ezeken. És az embernek a testnek a testrészei szenvednek ettől, mert akár mit tesz az ember, akkor a másik oldal panaszkodik. Az ember micvát tesz, akkor a rossz ösztön panaszkodik. Ha az ember vétkezik, akkor a jó ösztön panaszkodik. A nesama, az embernek a lelke, az isteni lelke, és egyszerre rá a rossz ösztön között, akik állandóan háboroznak egymással. Mi van írva ez kapcsán a 8-as versben, a folytatásában, a Jomer Avram el Lot. És Avram így szólt Lothoz. Alna tihimeriva beini beinecha. Ne legyen kérlek viszály köztöm és köztöd. Roai üvén roecha. Pásztoraim és pásztoraid között. Kianasim achim anachnu, hisz testvérek vagyunk. Mondja a Zohar, ez mit jelent? Ábrahám mondja a Lotnak, ez azt jelenti, a Denesama, az isteni lelke, mondja a rossz ösztönnek. Mondja neki, minek vitatkozni, minek háborozni egymással? És mi az érvelés? Kianisém achim anachnu, hisz testvérek vagyunk. Most kicsit nehéz azt mondani, hogy a jó ösztön és a rossz ösztön testvérek, mi a közös bennük.
azt mondja, közel vagyunk egymáshoz, nem közel a kilátásban, a célban, tehát egy testben vagyunk, és ez itt közel vagyunk, és itt nem jó, ha háborúzunk egymással. A jegyszer tova, jó ösztön, az pedig a szenthez tartozik, ami szimbolizálja a jobb, és a jegyszer rá, a rossz ösztön, az az ellenkező, a sátáni oldalhoz tartozik, és ez szimbolizálja a bal. Folytatja. Folytatja a következő vers. Halló, kol ha árec lefanecha. Nincs, halló, kol az, nincs előtted az egész ország? Iparad nome elai. Vál el, kérlek tőlem. Im ha szmol, ve im ina. Ha te balra mégy, én megyek jobbra. Vim ha jamin, ve aszmila. Ha te jobbra mégy, én megyek balra. Ez mit jelent? Azt mondja a Zohar. A Neshama, az isteni lélek azt mondja a rossz ösztönnek, a jegyszere rának. Rengeteg vétkes ember van a világon. Menj el csak hazájuk, menj el haza, és hagyjál engem, és hagyjál engem békén. Ha te a bal oldalt fogsz kiválasztani, akkor én megyek az ellenkező irányba. Azt jelenti, amit te fogsz tanácsolni nekem, akkor tudom, hogy ez rossz, és pont az ellenkezőt fogok én tenni. És így a Neshama, az isteni lélek állandóan mondja neki, és zaklatja több háborúval, amit minden nap történik, addig, ami írva van, később az van írva a 11-es versben, Vayi Pardu Isme Al Achiv. És Lot keletre vonult, és ők elváltak egymástól. Ami azt jelenti, Ábrahám, ami a jegyszer tába jó ösztön, nem egyszer próbál ellenállni a rossz ösztönnek. Hogy az olyan mondja, minden nap többször is háborozik vele. Azt jelenti, minden lépésben ellenáll a jegyszer rának a rossz ösztönnek, és mindig azt mondja, hagyjál engem béken, nem vagyok én kíváncsi rá. A végén már azt látja, hogy egyszerre rá a rossz ösztön, hogy hogy az ember, Ábrahám nem szeretne, nem barátkozik vele, nem szeretne vele vétkezni, akkor fogja magát és elhagyja őt. Ez lényegében a szádik szintje, aki tanulta a tányad, az Alter Eberab is nehez álmanak a könyve, a közepesek könyve, hogy lényegében az ember képes olyan magas szintre emelkedni, hogy a rossz ösztön teljesen elhagyja őt, és már egyáltalán nem csak, hogy nem enged a rossz ösztönnek uralkodni, a kifejezésre jutni, hanem egyáltalán nincs rossz ösztön. Jó, szóval ez itt Ábrahámnak a története. Ábrahám annyi olyan erősen ellenállt a jegyszere rának a rossz ösztönnek, hogy a végén elhagyta őt. Folytatja a túra. Mi van írva ezután a 12-es versben? Avraham Yashav Eretz Kenán. Azután, hogy Lot elhagyja őt, azt mondja a Tóra, Ábrahám letelepedett Kenán országában. Erre azt mondja a Zohar, akkor mi van írva azután, hogy Lot a jegyszer rá a rossz ösztön elhagyta őt? Hát Ábrahám Yashav Eretz Kenán, Ábrahám letelepedett Kenán földjén. Ez azt jelenti, hogy a Neshama, a lélek, az isteni lélek, a cádiknak az isteni lelke jut nyugalomra, tud most tölteni az idejét nyugalomban és békében. Miért? Mert most már nincs háború, vége van a háborúnak. Sikerült előzni
és a jegyszer által rossz ösztön. Az Altereba a tányában azt mondja, hogy lényegében nem azt jelenti, hogy elűzi, inkább az, hogy képes az ember képes a rossz ösztönt úgy átdolgozni, hogy az jóba váljon. Mi azt jelenti, hogy akkor nem hagyja őt el, hanem lényegében jóvá válik. Csak az Altereba azt mondja, hogy van egy ilyen köztes állapot, hogy mintha elhagyta volna, nem átdolgozta, elhagyta volna. A magasabb szint az, amikor nem hagyja őt el, hanem átdolgozza, mert lényegében oda a haszidizmus magyarázza, hogy az embernek a teste az valójában nem vétkezni akar, hanem az ember ő akarja az, ami kényelmes, élvezetes. Csak azt hiszi, hogy a kényelmes és élvezetes azok a vétkek, amik az ember nem tanul tórat, nem tartja a micvákat, nem jár zsinagógában. Az ember képes átdolgozni, hogy mi értse meg, hogy a legnagyobb élvezet, amikor ember tórát tanul, micvákat teljesít, kósert eszi, jár zsinagógában. Ha az az igazi jó, akkor az ember teste azt akarja. Az állati, az ösztönlélek azt akarja. Na, akkor az első dolog, Ábrám jásáv, Ábrám letelepedett. A nesama le tud telepedni, és nyugalabban, és békében élni. Mi van írva utána? Völot jásáv, ba'areja kikár, vajjeál acdom. És Lot pedig a síkság városaiban telepedett le, és elvitte sátrait egész Szodomáig. Ez mit jelent? Mondja a Zohar. Mondja a Zohar. Lot. Lot szimbolizál, ha jól emlékszem, akkor az volt írva, hogy Lot azt is szimbolizálja a rosszat. Miért Lot a rossz? Mert Lot azt is jelenti az arámi nyelven, Lot az átkozott, átok. Csak most épp nem láttam ezt. Ezért Lot szimbolizálja a rosszat. És erre Lot, amikor elhagyja a cádiknak a testét, elmegy, és megy a síkságon, megy, keresi a vétkeseket, és ez van írva, jel, acedom, és elvitte sátrait egész Szodomáig. Mi van írva ezután? A következő versben, a 13-as versben, Páncsék Szodom, Raim Behataim, La Semmod, és csak hogy Szodom a népe igen gonosz volt, és nagyon vétkezett az örökkévaló ellen. Ott a vétkesek között, ott jól érzi magát a jegyszer a rossz ösztön, és ott telepszik le, ott oda költözik, hogy velük, hogy a hazájuk ragaszkodjon, őket megtéveszteni és elpusztítani a világból azáltal, hogy rossz cselekedetekre vezeti őket. Mondja a Zohar tovább. Akkor most már a jegyszer rá elhagyta, a rossz ösztön elhagyta az Ábrámat, az embert, és marad a jegyszer tov, jó ösztön, az isteni lélek. Elnézést. Akkor most a cádik most jól érzi magát, letelepszik, mert a vége van a háborúnak. Folytatja a Zohar. Miután a nesama, az isteni lélek marad a jécre rá rossz ösztön nélkül, és a teste megtisztul a rossz ösztön tisztatalanságából, rögtön ezután az örökkévaló oda teszi az ő lakhelyét. Mert ekkor az örökkévaló
örül vele lenni az embere, mert nincs rossz. És a cádik pedig örököl a fenti és lenti örökség, az pedig a lamaba túlvilági üdvösség, és még az evilági üdvösség is. És az örökvaló jól érzi magát a cádikok között, és az pedig a rossz ösztön, az pedig a vétkesek között tartózkodik, és vezeti őket a vékekre, annyira, hogy utána már semmi kilátás nincs, hogy tudjanak még menekülni, hogy még lenne lehetőség megmenteni őket a vétkéből. Mi van írva ezután? Ezután az van írva, az pedig 14/14, ugye mert részletesen le van írva most a hosszú történet, az örökvaló szólt Ábrámnak, aztán volt ez a sok király közötti háború, és utána az van írva, vagy 14. fejezet, 14. vers, mert az van írva, vagy Isma Ábrám kinisba achiv, és minden Ábrám meghallotta, a testvére a Lot fogságba jutott, vagy járeket haniha vilidei beito, felfegyverezte begyakorolt embereit, akik házában születek, Sumonászáros losmeot, 318-at, vagy Irdov ad Dan, és üldözte azokat Danik. Mi a folytatása a történetnek? Mondja a Zohar. Mi van írva ezután? Az van írva, hogy Isma Ábrám kinisba achiv, hogy Ábrám meghallotta, hogy testvére a Lot fogságba került. Mi az érdekes itt? Hogy ugye azt mondtuk, de Ábrám az a Jéjtszer Tov, a jó ösztön, a jó ösztön, és a Jéjtszer rá az a Lot, a rossz ösztön. És Ábrám hallja, hogy mi történt a Lotton. Erre folytattunk a történetet, a mélyebb, amikor a Zohar az egész történetet magasabb szintre fordítja le. Ábrám az pedig a lélek, az isteni lélek, ami maradt a testben, amikor a rossz ösztön már elhagyta őt. És mit hallott, hogy ki nisba achivat fogságba, a testvére fogságba jutott. Ez mit jelent? Hogy a jéjtszere rá a gonoszok között van. Sok-sok véteken. Sajnálja a jéjtszere rád a rossz ösztön, hogy olyan sok vétekben benne van. Vagy jareket hanni havili debito, és, hogy szól a fordítás, felfegyverezte begyakorolt emberét, akik házában születek, és azt mondja, a Zohar kire vonatkozik ez itt a fordításban, amikor lefordítjuk az egész történet magasabb szintre, itt pedig azokról van szó, a nagy szádékokról, akik tanulnak Tórát, hogy ezeknek a testük, a test részei gyorsan, szó nélkül teljesítik azt, amit ők kívánnak, jó dolgokra. És mi? Ugye, mert most már csak a jó ösztön van az emberben, és akkor ő parancsol az egész testének. Mondja, az arra vonatkozik a cadikakra, akik sok-sok túrát tanulnak, és mit jelent a 318-as számot? Erre azt mondja, az arra 318-asnak a számonak a jelentése az az, hogy először van 248 testrész. És az természetesen az összes testrész alávetti magát a cádiknak az akarata alatt, hogy ő akarja az Isten szolgálni.
De ez csak 248, hogy lesz ebből 300, 318, mert azt mondja, ehhez még haza kell adni, még 70, az pedig az ember lelket szimbolizálja. De az ember lelke, az isteni lelke, a szent, az 7 szféra van, minden szféra van 10 szint, akkor 7x10 az 70. 70 együtt 248, az 318. És ezek mind, azt jelenti az embernek az egész teste szó nélkül elkötelezik magukat elmenni a vétkesekhez. Ezt jelenti az, utána menni a lót után, elmenni a vétkesekhez, azért, hogy megtéríteni őket. Azt jelenti, első dolog, a cádik rendezi a saját házat. És háborozik a jejcerával addig, ameddig sikerült elűzni őt onnan, kész. Utána azt mondja a cádik, ó, én most nyugalomban vagyok, és békeben vagyok, az nem elég. Most pedig szeretnék elmenni, hatni a vétkesekre, hogy ők is térjenek meg. Legalkalmasabb idő ezt tanulni, amikor hónap este Jom Kippur lesz engesztelés napja. És erre mi van írva, hogy Ábrám a cádik összeszedi magát a 318 katonáival, amivel magyarázni azt, hogy az embernek az egész lelke minden erejével, és vajirdov ad dan, és üldözte azokat dáni. Mit jelent a dán? Mit jelent ez? Mert azt mondja, az a dán az din, szigor, ítélet, hogy ítélet. Ítélet, és Ábrám fut, üldözi őket. Miért? Mert akarja megtéríteni őket. És meddig üldözi őket, vagyis mi az ő üzenete? Az üzenete az, Dán megmondja nekik, hogy a túlvilágban milyen szigor vár rájuk, milyen büntetés vár rájuk, és a Gehennemnek a büntetését. És ez mikor történt, folytatja a túra, vagy Haleg Aleem Laila, ő felosztva emberét támad rájuk éjjel, ő is szolgálja, megvert és üldözte őket Hobáig, ami Damaszkusztól balra esik, mi azt mondja, nem csak nappal üldözte őket, hanem éjjel is. Mi ennek a jelentősége, hogy nem a cádik nem pihen egy percig sem. Nem pihenned percig se, hanem éjjel-nappal üldözi, próbálja megkeresni a jejcárát, a vétkeseket, és mondja nekik, és elmondja nekik, hogy mennyire rosszak, és milyen büntetés vár rájuk. És megtéríti őket vissza az örökkévalóhoz. És ez az, ami írva van a 16-as versben, hogy sikerült vagy a sev, et kalhade hús, és visszahozta az egész vagyont. Ez azt jelenti, hogy Ábrahám, a cádik mindent megtesz, hogy a lot is meg, nem elég az, hogy én teljesen rendben vagyok, jó, akkor most pihenek egy nagyot, éjjel-nappal más dolga nincs, próbálhatni a vétkesekre, de ők is térjenek meg, és ennek ez sikerrel jár. És visszahozza, hogy van írva, és visszahozta az egész vagyont, azt jelenti, a vétkeseket visszahozza a szentségben, megtérnek. Erre folytatja a túrát, nem csak a vagyont hozta vissza, de gamet lot a hív uruhu sohésív. A Lottot
és a testvéret és vagyonát is visszahozta. Ami azt jelenti, még nem csak az embereket, a vétkes embereket is megtéríti, és nem enged, hogy a rossz ösztön hasson rájuk, hanem maga a rossz ösztönt is visszahozza. Ami azt jelenti, hogy a rossz ösztön is megváltoztatja a rossz ösztönt kényszerrel, akarata ellenére, hogy egy rossz angyalból, egy Shin Daledből, egy rossz, káros angyalból lesz egy jó angyal, és nem csak egy sima jó angyal, hanem egy ilyen jó angyal, amely őrzi az embert. Azt jelenti, az a Jécera rá, ami a rossz angyal volt, ami csak egy dolga volt, próbált az embert rávenni arra, hogy vétkezen, akkor a végén Ábrám megtéríti őt, és meg is akar átdolgoz őt, és a végén mi lesz belőle? Egy jó angyalva válik, és még nem csak nem zavarja az embert az Isten szolgálatban, hanem még védi őt. Mert teljesen megtér. Miért, hogy sikerült ezt elérni, teljesen megtér? Azért, mert a cádék, az Ábrám nem pihent, nem állt meg éjjel-nappal, addig is mondta és üldözte a vétkeseket, addig, ameddig megtérnek teljesen. Ami azt jelenti, a cél nem, első lépésben a cél az, hogy elüldözni a rossz ösztönt. De a végső cél nem elüldözni, hanem átdolgozni, és az is jóvá váljon. És ez pedig az, amit a Tániában van írva, hogy a cádik nem csak elüldözi a rossz, az állati ösztönet, hanem ez változik jóra is. És többször már szóltunk arról, hogy amikor a rossz ösztön jóvá válik, amikor az állati ösztön jóvá válik, akkor az még erősebb, mint az isteni lélek. Miért? Mert az embernek az állati ösztöne az olyan erős és durva, és harcol magáért. És amikor az jóvá válik, akkor harcol a szentségért. Mi azt mondja, a jó ösztön és a rossz ösztön, azok nem egy szinten vannak. A jó ösztön, a gyógyszerre tovább, az egy finom ösztön lélek, ami van az emberben. Finom azt jelenti, hogy nem durva, hogy nem kiabál, nem csapja az asztalt. A rossz ösztön, a gyógyszerre az durva, nem szégyeli magát, és veri az asztalt, és követel, ami neki jár, stb. És most amikor azt sikerül megváltoztatni jóra, akkor csupa nyereség az egész. Mondja a Zohar, akkor most menjünk vissza az eredeti témához, ami korábban, egy pár oldalon korábban kezdett a Zohar arról beszélni, hogy írva van egy olyan kifejezés, hogy Ábrám ment el a Komha Mizbeach, azon a helyen, ahol a Mizbeach az oltár állt. És akkor ott az volt írva, hogy az ember meghal, akkor ha megérdemli, akkor ki? Ha megérdemli, akkor a Mikhail angyal feláldoz őt az oltáron, mint egy áldozat, de még magasabb szintre kerül. Aki itt szó, és ez természetes az emberek a halála után, akkor folytatja a Zohar most, ez, hogy mi történik az ember halála után. Mondja a Zohar, írva van az énekek énekében, 5/7. Metzauni a somrim a szövövim beír. Megtaláltak engem az őrek, akiket járkálnak a városban. Hikuni metzauni, vertek engem, és
sérülések okoztak nekem. Na szó, etriddi dimme a láj, levettek róla a ruhámat. Somre a hamat, azok, akik a kerítésnek az őrei. Ezt fogja az Zohar magyarázni, hogy miről van szó. És valójában itt jön egy betoldás, több vélemény szerint ennek nem itt a helye, de hát nem, nincs értelme kihagyni, hanem annyit kell tudnunk, hogy majd ehhez majd vissza kell térni. Közben átmegyünk egy másik témában egy kicsit. Mondja az Zohar, hogy ahogy tanultunk korábban, hogy Ábrám és felesége Sára, Izsák és felesége Rivka, ezek lényegében az ő bennük van utalás az Istennek a legszentebb nevére, úgy, hogy mindegyik ezek közül Ábrámból, Izsák, Ábrám, Izsák, Jákob, Sára és Rivka mindig szimbolizál egy másik betű az Istennek a szent, a legszentebb nevéből. Erre azt mondja a Zohar, azt tanultunk, hogy ehhez hasonló ugyanúgy, hogy ez a négy ember, az ős apák és az ős anyák, most beszélek Ábrámról, Izsákról, Sáráról és Rebekáról, Rivkáról, hogy ők szimbolizálnak az Istennek a négy betűi, erre azt mondja a Zohar, ehhez hasonlóan az embernek a különböző testrészei a következő versben van utalás rájuk, ez pedig a Rut könyve elején. Séma is Elimelech, a férfinak a neve az Elimelech volt, ő a Nominak a első férje. Séma Iston Nomi, és a felesége az Nomi. Séma Snéba Náv és a két fiának a gyereke, Machlon és Chilion Efratim, azt jelenti, hogy nagyon fontos emberek voltak. Akkor hány emberről van szó itt? Elimelech, Naomi, Machlon és Chilion. Azt mondja, az ugyanúgy, hogy Ábrám, Izsák, Sára és Rebeka, az négy, a szimbolizál Istennek a legszentebb neve, akkor ugyanígy Elimelech, Naomi, Machlon és Chilion szintén szimbolizál Istennek a négy betű. Elimelech, melyik szint az Elimelech? Elimelech az ugye a léleknek van, valójában a léleknek van öt szintje, az öt szint az nefes, ruach, neshama, chaye, yechida. Úgy tűnik, hogy a négy szint, amiről beszélni fogunk, az kezdődik a második szintről, fentről, és megy lefelé. Elimelech az a neshamának a neshamája. Azt mondja, olyan magas szintnek számít, hogy ez a léleknek a lelke. Ez pedig őben, ez a júd szint, első júdnak a szintje az Istennek a nevében. Az az Elimelech. Érdekes, hogy itt nincs szó, az Zohar nem magyarázza, hogy hogy látjuk az ő nevében, hogy valami nagyon különleges. Talán ez teljesen épp. Hasból mondom, nem láttam ezt itt a kommentátorokban. Elimelech, az úgy lehet, hogy Istenem király. Ő azt mondja, hogy egyértelmű, hogy az Elimelech, az szimbolizál valami nagy, magas szint. Naomi, az pedig a következő szint, az pedig a Neshama. Ugye az előbb azt mondtuk, a Chaya szintet, a második szint, Nefes, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, aki kezdtünk a Chayával, akkor alatt a lév, az pedig a Neshama, az pedig Noemi. Kérdezi, hogy miért a neve Noemi? Azért, hogy írva van a Zsoltárok könyvében, a Zsoltárokban, ez a 70. fejezetben, ahol az van írva, Dávid király imádkozik, hogy hinnám a semelőkén, legyen Istennek a kellemessége, öröme, szeretete, valami ilyesmit jelent ránk. Szerintem látjuk, hogy a Noemi az a Noam, az Istennek a
Noámja. Noám az édesség. Ez pedig az utolsó hely az Isten nevében. Elimel az első júd, Noámi az utolsó hely. A kettő között a Mahlon és Chilion. Erre mondja a Zohar, miért lett a neve Ruach? Nem. Rosszul mondtam. Mahlon. Mahlon az a Ruachnak a szintje. Miért lett a neve Nahlon? Mahlon. Mahlon szerinti megbocsátott. Mert az örök volna megbocsát. És ez még betű, nem tudom, akkor egyik hogy az első és a negyedik az már tanulnak, akkor hogy a második, vagy a harmadik, utána van még a Rut, az pedig a nefes. Miért lett a neve Rut? Mert a Rutban, Rut, ha megfordítjuk a betűknek a sorrendje, akkor Tor vagy Torá. Kilion, az pedig az elpusztítás, az a szint, ami elpusztítja az ösztönlelket. És erre mondja Salomon király, Ruach HaBehema, Sihio Reddet Laharez, hogy az állati ösztön az pedig megy lefelé a föld felé. Nem képes igazán emelkedni, nem is akar emelkedni. Jó, akkor várjál, előbb azt mondtunk, hogy Elimelech, Noemi, Mahlon és Chilion. Egyszer csak belejött a Rut is, ami Tóra, a szóbeli tan, Kilion, az pedig lenne a negyedik betű, az pedig Ruach, ami elpusztít. És erre azt mondja Salomon király, Ruach HaBehema, az pedig prédikált a könyvben 3/21, mi a de Ruach Bnei Adam, o lej le mála, Ruach HaBehema, jöjjed le matalárz. Az áll a marhanak a lelke, az pedig lefele megy a földbe. Menjünk tovább. Arpa, ugye a történetben, miután tudunk, hogy van négy ember, akkor még van Rut és Arpa. Rut az a Tóra, az pozitív. Az tovább megy Noémival vissza a zsidókhoz. Arpa, az pedig a lélek, vagy a bal oldalról jön, a tisztátalan oldalról. És az Orpa az lényegében a Jécer rossz ösztönnek a társa. Miért lett a neve Orpa? Mert ahogy a Tóra van, többször van említve, Amksei Orefu, Oref. Oref és Orpa ugyanaz, így dolgok, makacs nép, és sokat képesek vétkezni. Ha az ember megérdemli tanulni Tórát, ahogy kell, akkor kap egy szent isteni lelke, ez nem kérdés. Ha pedig nem, akkor csak alacsonyabb szinten marad az ember. Ami jó tulajdonságok, és van némi szentség benne. És erre úgy fejezi be ezt a részt, mi van írva, a tétszer, mi nem a komosájtás, sámas tékele te ima, hogy először Noémi indult vissza a Ruttal és Arpával, akik Mahlon és Kiliának a feleségén voltak. Utána azt mondja Noémi a mennyeimhez, menjetek vissza. Rut azt mondta, kérem, szeretnék veled menni, Arpa pedig
visszament. Ez ugyanaz, amit előbb mondtunk, hogy a Jétszer tavar a jó ösztön könyörgéssel tele van, állandóan mondja már a rossz ösztön, menj el olyanok, akik örülnek neked, de hagyj el engem békén. Mondja a Zohar tovább, az örökkévaló, az örökkévaló, a létrehozott egy felső Jeruzsálem, pontosan olyan, mint az alsó Jeruzsálem. Van ott falkerítés, torony az őrnek, nyitott kapuk, és a nyitott kapuknál ott vannak az őrök. És mi az őröknek a feladata? Mert ők őriznek ennek a kapunak az őreit. Jó. Akkor ők az őrei a kapuknak, ahogy írva van Jesaja 62:6. Alchomotai Jerusalem, a te falaidra, Jeruzsálemi Katti és Abrim, ott vannak őrök. Az őrök természetesen itt a Zohar szerint itt angyalokról van szó, és az ő feladatuk az, a tényleg, hogy szóval nem mindenki, egy olyan lélek, ami nem odavaló, nem tud bemenni. Ezek az őrök, és aztán Mihály, a nagy kohén, a főpap, ő még fölötte van az összes kapuőrök fölött. Nem tudom pontosan, hogy jön be ez a bekezdés itt, de ez is érdekes. Mondja az Zohar tovább. Amikor az ember elhagyja a világot, ha megérdemli, ugye, akkor lényegében, amit azt mondtuk, hogy a felső Jeruzsálem, az alsó Jeruzsálem kapcsolódik a folytatáshoz. A felső Jeruzsálem, az alsó Jeruzsálem lényegében a felső Gan Eden és az alsó Gan Eden. A felső Gan Eden azok a spirituális világokban, az alsó Gan Eden az pedig itt velünk van. Erre mondja a Zohar. Ha minden jól megy, az ember megérdemli, akkor rögtön a halála után felmegy az ember az alsó Gan Eden, az alsó édenkertben, ebben a világban van. Amit az ember akkor az ember bekerül az alsó Gan Edenben, amit az örökkévaló ültetett a cádikaknak, a ruachjának, az az nefes ruach, a második szintje, lentről. Szóval nem a legalacsabb szint, de akkor már egy szinten köves, magasabb. Szóval az ember oda kerül a Gan Edenben, ami a cádikaknak, a ruachjának, a ruach szintjehez. És ott vannak az összes világ, az összes cádikak, akik ebben a világban voltak. És mit jelent az, hogy nyitva van a kapu, hogy pontosabban, hogy nyílik a kapu azok számára,
akik érdemesek, természetesen más nem kerül bele. Amikor az állat úgy néz ki, mint egy állat, a lélek, amikor a lélek elhagyja a világot, és a Machpela barlanghoz megy. A Machpela barlang Hebronba, mondja a Kabbala, ott van a kapuja felfelé menni a Gan Édenbe. Akkor az ember lelke halála után oda megy a Machpela barlanghoz, ott találkozik Ádámmal az első emberrel, és az ősatjákkal, akik mind ott vannak eltemetve. Ha érdemes, akkor az ősatják nagyon örülnek neki, és kinyitják a kaput, a Gan Édennek a kapuját, és bemegy. Ha pedig nem érdemes a lélek, nem tett elég micvát, nem tanult elég tórát, akkor kilökik, és nem tud bemenni a Gan Édenbe. És mit mond a lélek, amikor megtudja, hogy kilökték őt? Az, mert Szóniá Sajmrin, az őrek engem megtaláltak és eltávolították, de később mit fogom olvasni erről egy picit részletesebb. A következő bekezdéshez azt kell tudni, meg egy kis rész. Na, a következő rész azt kell tudni, amit a Zoharban máshol van írva, a Zohar Hadásban, az énekek énekéhez, hogy mielőtt az ember megszületik, akkor ugye teljesen szent, épp tegnap este a napi tanításban azt idéztem, amit a Hatam Szóver, a Pozsári Rabbi azt mondja, hogy születése előtt az ember olyan szent, de magasabb szinten van, mint az angyalok. Akkor mielőtt kikerül ebben a világban, akkor elmegy az alsó Gan Édenhez, azt jelenti, az a Gan Éden, ami ebben a világban van, és ott kap egy ruha, ami egy kicsit hasonlít a testhez. Én de közben az ember a Gan Édenben van csupa szentsége. Halála után a kérdésed ugyanazt a ruhát kapja vissza, vagy nem. Ez attól függ, érdemes volt, vagy nem volt érdemes. Mondja a Zohar tovább. Ugye van az a lélek, aki szeretne bemenni a Machpela barlangon keresztül a Gan Édenbe, de azt mondják neki, hogy van. Nem vagy érdemes erre. Erre a lélek elhagyja a Machpela barlangot, és csak így repül a világban. Most ez a lélek mielőtt megszületett, akkor nér volt, égő gyertya volt a fején, ami szimbolizálja a sok tóra tanulást. Mindenképpen ezen keresztül ennek a gyertyának köszönhetően, akkor a világ egyik végéből látod világ másik végéig. Ezt a Talmud is mondja. Most pedig mindenki, aki látja, hogy miből indult, és mi lett belőle, nem engedték be, az már baj. Ők, ez pedig most utal vissza a Nóminak a története Rut könyvében. Amikor látják a Nómit, azt mondja ki, az olyt Nómi, ez a Nómi, és a lélek is ezt mondja. Te kérdeztel, hogy ez a lélek, ez a szent lélek? Erre azt mondja, a lélek válaszol erre ugyanazok a szavakkal, amiket a Rut könyvében van. Krenalimara. Ne hívjatok engem námi, ami édességet jelent, hanem inkább hívjatok engem mara, ami keserűséget jelent.
Aním le állachti, én tele mentem ki, ugye egyszerű jelentés, hogy tele mentem ki, gazdagan, férrel, feleséggel, gyerekek, minden, mentünk ki Izraelbe, és utána teljesen szegények lettünk, meg is halt mindenki. De a mi összefüggésben itt a lélek azt mondja, én teljesen tele voltam korábban, mielőtt megszülettem, itt voltam a Gan Edenbe, és most pedig rékemesen, anyesen, most pedig üresen jöttem vissza, Tóra nélkül és micvák nélkül. Mert az örökkévaló engem betett egy fizikai testben. Ezért miért hívtak engem Naomi, az örökkévaló pedig megmondta magáit, vagy az örökkévaló betett engem a testben, és akkor emiatt már nem vagyok az, ami voltam. Ez mind, ha az ember nem érdemli meg, aki kilökik őt. Ha pedig az ember megéri, megérdemli, akkor bemegy a Gan Edenben, és ott ül a Gan Edenben, és felveszi azt a ruhát, amiről beszéltünk előbb születése előtt, ami most már ez a ruha, a lényege az, hogy mi ez a ruha? Mi ez a ruha? Ahogy tanultunk a Tanjában is máshol, hogy a micvak, amit az ember tesz ebben a világban, ez a ruha a túlvilágban. És ott szépítkezik és élvezi az ott létét. Jó, itt kezdődik utána egy kicsit egy másik téma, akkor itt meg fogunk állni, és majd folytatjuk. 3 hét múlva, mert jövő héten Szukat első napjai, ugye most van 3-án, 10-án az Szukat első napján, a második este, egyébként később Szimchát Tóra este, meg a táncolat a Tóraért, a lényegében legközelebb 24-e, hétfőn este, akkor legközelebb 24-én fogunk tanulni. Köszönöm a figyelmet, minden zsidó hittestvérünket meghívom a Vasvári Pál utcában holnap este 17 órakor lesz a bőt előtti étkezés, 18 órakor pedig a Kol Nidre kezdődik, beköszön a Jom Kippur engesztelés napja, 1 perc, azt hiszem, hogy 1 perccel a 18 óra előtt akkor kezdődik a bőt, és a bőt tart szerda estig 19 óra után 10 vagy 15 percet. Szóval gyertek, imádkozok együtt, köszönöm szépen, mindenkinek kívánok Gmar Hatima és Gmar Hatima tovább jó bepecsételés, és végső jó bepecsételés. Aki szeretne eljönni holnap nem csak a zsinagógában, hanem az étkezésre is, írjon egy sort vasvari@zsidó.com, egy mail, hogy szeretne jönni, és akkor számítunk rá. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek. Könnyű bőtöt kívánok mindenkinek, és gut jamtet.